Következő előadánk, előadónk dr. Berecki Tamás, aki hát már jó régóta próbálja érzékenyíteni a magyar társadalmat a LMBTQ közösség problémái, igényei iránt, illetve hát az LMBTQ közösséget is próbálja érzékenyíteni belülről a HIV és a különféle szerhasználati problémákkal kapcsolatos kérdések iránt. Most jelenleg Berlinben él, és onnan csatlakozik hozzánk, és hát el kell mondanom, hogy nagyon sokat segített nekem ebben a konferenciának a létrehozásában, megszervezésében, amit ezúttal is köszönök, és Tamás, átadnám most neked a szót. Köszönöm szépen. Egy pillanat, és azonnal meg is osztom a diáimat. Két dolgot szeretnék előjáróban. Egyrészt, hogy milyen nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan itt vagytok, és hogy ennyire nyilvánvaló érdeklődés van ez iránt a téma iránt. Ez elképesztően jó. Másrészt pedig, egy pillanat, miért nem tudom megosztani, mert elbénáztam. Másrészt meg, hogy két szempont szerint, na végre, szeretnék ma, vagy két szempontból szeretném megközelíteni ma ezt a témát. Egyrészt, mint használó, mint volt chemsex használó, másrészt pedig, mint aktivista és kutató. Szeretném ezt a mai előadásomat egyrészt David Stewartnak dedikálni, akivel egyidősek voltunk, és David valóban egy pár nappal ezelőtt halt meg, ami nagyon nagy veszteség, mind a meleg közösség, mind pedig a szerhasználók közössége számára. Ő igazán rablóból lett pandúr, ha valakit érdekel, akkor az ő önéletírása, egyfajta autoetnográfia megtalálható az interneten és elolvasható. Ez egy szerkesztetlen könyv, tulajdonképpen egy kézirat, amiből azonban nagyon, nagyon fontos belátásokat és tudást lehet szerezni arról. Nem csak arról, hogy David hogyan lett az, aki, de arról is, hogy hogyan nézett ki a meleg szcéna az angol száz országokban. Ő élt Ausztráliában, Amerikában és végül Londonban. Tehát, hogy nézett ki ez a szcéna, és hogy ez hogyan alakult, ebből hogyan nőtt ki aztán tulajdonképpen a chemsex, illetve ennek a jó és rossz oldalai. De nem csak Davidnek szeretném ezt dedikálni, hanem annak a hét embernek, akit az elmúlt évek során én a közvetlen környezetemből elveszítettem a chemsex kapcsán, vagy ennek eredményeként. Ezek az emberek mind valamilyen módon kapcsolódtak a chemsex szcénához, aktív használóként, dílerként, különböző módokon, és végül mind viszonylag fiatalon meghaltak, vagy túladagolásban, vagy ahogy az lenni szokott, szívinfarktusban egy-egy buli utáni következő reggelen. A transzparencia kedvéért ezek itt a nyilatkozataim. Most szeretnék szólni, ahogy azt már Péter megtette az elején, hogy előfordulhat, hogy csúnya szavakat, vagy esetleg politikailag nem korrekt kifejezéseket használok az előadásom során, illetve fogok nyilván beszélni szervekről és testrészekről is. Az a tér, amiben szeretném elhelyezni az előadásomat, az nagyban kapcsolódik ahhoz az első diagramhoz, amit Péter megmutatott az előadása elején, arról, hogy a chemsex hogyan ágyazódik be egy szélesebb társadalmi környezetbe. És külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ebben a legalábbis a magyarországi társadalmi környezetben, bár ez más országokra is igaz, egyszerre van jelen egy ilyen kettős
hát, hogy mondjam, egy ilyen kettős beszéd, vagy egy ilyen kettős értelmezési keret. Egyrészt van egy ilyen nagyon erős befelé, vagy bezárkózó, elzárkózó narratíva, másrészt pedig van egy erős diszkriminatív narratíva arról, hogy, hogy a buzi lobby, a meleg közösség az tulajdonképpen hogyan fenekedik az igaz magyarság ellen, és hogy hogyan ellensége összekapcsolódva ugye az úgynevezett liberális világrenddel, hogyan árt, vagy próbál ártani a magyar ügynek, és hogy ez milyen nyomást jelent, illetve helyez a melegekre, és más LMBTQ emberekre, illetve ennek egy nagyon fontos szempontjáról fog majd még Ádám később beszélni az ő előadásában, és ez a kisebbségi stressz, amiről én magam is említést fogok tenni. Hogy néz ki tehát ez a, ha tetszik, diszkurzív tér, milyen jellemzői vannak? Elsősorban is van egy ilyen nagyon erős érzése az embernek, hogy valahogy senki sem elég jó, tehát hogy valahogy minden rosszul, mindenkivel baj van. Ugye van ez a nagyon erős ribanc szégyenítés, ami ugye azt arról szól, hogyha valaki nagyon sokat szexel, akkor az rossz dolog, az nyilvánvalóan ribanc, meg tehát hogy nem kösebben társadalmi megbecsülésre nem érdemes. Aztán van egy nagyon erős diszkrimináció a drag queenekkel szemben, rengeteg félreértés azzal kapcsolatban, hogy akkor most a drag queenek részei-e a transz közösségnek, vagy nem, és itt a legváltozatosabb vádak hangzanak el a drag queenekkel kapcsolatban. Aztán van megint csak az úgynevezett bőrös buzikkal is baj van. Ugye itt van egy ilyen nagyon erős ellentmondás és átfedés a között, ahogy egy bőrös buzi kinéz, és amilyen értékeket esetleg képvisel. Aztán vannak a drogos ribancok, mint amilyen én is vagyok voltam, akik ugye eleve valahogy a legalja, ugye egy kettős vagy többes stigmatizáción keresztül. Aztán a titkos ilonkák, azok a férfiak, akik titkolják a meleg vagy MSM identitásukat. Aztán vannak a reklámbuzik, ővelük is mindenkinek baja van, ugye a vidáman plakátokon mosolygó meleg férfiak, általában fehérek és középosztálybeliek, akiknek egyéb gondjuk sincs az életben, mint hogy szénsavas üdítőitalakat igyanak, és legyen egy francia buldogjuk. Ezzel is baja van mindenkinek. Aztán vannak az aktivisták ugye eleve nem lehetnek tudósok, és nyilván social justice warrior-ök, tehát így a társadalmi igazságosságért harcoló, elkényeztetett, hát nem is tudom, ilyen lánykák. Ezt se szeretjük. Aztán a nyonyókkal is baja van mindenkinek. Ugye a nyonyók azok a sovány, fiatal, meleg férfiak, akiken nevetni szoktunk, aztán meg vannak a medvék, akiken szintén nevetni szoktunk, azok a túl kövér meleg férfiak, aztán vannak, akik egyszerűen csak dagadtak, ez eleve ugye a meleg közösségben, hát ahol a test és szépségfétis továbbra is rendkívül erős, majd mindenhol, Magyarországon is és máshogy is. Itt ugye kövérnek lenni az semmiképpen sem jó, és hát van egy általános rasszista hangulat egyébként a meleg közösségben, Magyarországon is, és másutt is, aminek Magyarországon elsősorban is a romák, a meleg romák az elszenvedői, erről többet nyilván olyan kutatók tudnak mondani, mint például Máté Dezső, vagy olyan aktivisták, mint Fekete Laci, akik nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával. Különösen fontosnak érzem a rasszizmust, ami nem csak Magyarországon jellemző, hanem van egy ilyen általános, sajnos egy ilyen általános rasszista diskurzus arról, hogy emberek nyíltan felvállalják, hogy ők feketékkel nem szexelnek, ázsiai származású emberekkel nem szexelnek,
Aztán van egy nagyon erős diszkrimináció továbbra is a HIV-fertőzéssel kapcsolatban. Én magam is egyébként HIV-vel élek, 17-18 éve, és ez olyasmi, amit én is alaposan megtapasztaltam az elmúlt évek során. A HIV-fertőzöttek azok általában azt, tehát a reakció általában az, hogyha valaki felvállalja a HIV-fertőzését, hogy ő tisztátlan, nem tiszta, vagy nem egészséges. Tehát ugye a kérdés úgy szokott elhangozni, hogy egészséges vagy-e, és ez a kérdés ez arra szokott vonatkozni az esetek 90%-ában, hogy HIV-fertőzötte az illető vagy sem, semmiképpen sem arra, hogy mondjuk cukorbetege, vagy van-e, nem tudom, csontrákja. A különösen fontos és érdekes szempont, és erre utaltam már korábban is, illetve többször ti is, az előző előadók is utaltak erre, a meleg szexnek ez a sajátossága az, hogy a meleg szex nagyon sokszor anális szexként jön létre, vagy tehát konstituálódik, és ebben nyilvánvalóan szükség van valakire, aki befogadja a falloszt, tehát akit meg lehet dugni. Ezzel párhuzamosan, mondjuk nyilvánvalóan passzívok, vagy ilyen, tehát olyan emberek nélkül, akikbe bele lehet dugni, olyanok nélkül nagyon nehezen működik a meleg szex. Ennek ellenére van egy jól dokumentált, jól leírt diszkrimináció a passzívokkal szemben is. A passzívokat általában lenézik az emberek. Az, hogy ennek miért, hogy ennek mi az oka, hogy miért tartjuk őket, vagy miért tartják őket sokan, hát kevésbé értékes tagjának a meleg közösségnek, illetve hogy miért fetisizáljuk annyira az aktívokat, ugye, tehát akik bedugják, ez ennek elég jól leírt, elég alapos irodalma van mára, nem Magyarországon, de egyébként a meleg filozófusok, gondolkodók között erről elég sok szó esett. A HIV diszkriminációval kapcsolatban, és majd mindjárt rátérek arra, hogy miért sorolom elő ezt a rengeteg bajt. A HIV diszkriminációval kapcsolatban ugye vannak bizonyos tényezők, amik ezt alátámasztják, vagy keretezik. Egyrészt az egészségfasizmus és a szépségfasizmus, ami nagyon erősen jelen van a meleg közösségben, tehát egy bizonyos fajta egészség és egy bizonyos fajta szépség fetisizálása, erre mindjárt mutatok példát. Nagyon súlyos információhiány, ez különösen Magyarországon nagy probléma, és a térségben, tehát nem szeretnék itt Magyarországra korlátozni, nem szeretném csak Magyarországra korlátozni, amit mondani akarok, ez az egész közép-európai, kelet-európai térségre jellemző. Az emberek nagyon keveset tudnak az olyan eredményekről, mint a U equals U, tehát az, hogyha egy HIV-fertőzött vírus mennyisége mérés határ alatt van, tehát annyira kevés vírus van a vérében, hogy a tesztek nem tudják ezt kimutatni, akkor ő nem fertőz tovább, tehát nem tudja átadni a fertőzést sem szándékosan, sem véletlenül. Erről nagyon keveset tudnak az emberek. Jól lehet, ez egy mára már nagyon alaposan, robusztusan alátámasztott tudományos eredmény. Nem nagyon ismerik az emberek a PrEP-et, amiről ugye Béla beszélt korábban, illetve a TASP vagy TSP megközelítés, treatment as prevention, tehát az, hogyha megint csak ugye kapcsolódva a U equals U F-hez, az, hogyha szeded a kezelésedet, szeded a gyógyszereidet, akkor az önmagában már prevenció, az azt jelenti, hogy nem tudod átadni a fertőzést. Ezzel szemben viszont érdemes ezeken a kereteken belül ugyancsak figyelembe venni azokat a trendeket, amiket én itt queer lázadásként írok le a heteronormatív kontrollal szemben, a diverzió, a kihágás, a deviancia és a liminalitás elvei, illetve irányító gondolatai, amikről szintén sokan sokat írtak, illetve a társadalommal és a meleg normával szembeni lázadás megélt tapasztalata. Hogy mit jelent a meleg norma, meg ez a lázadás, erre itt hozok egy példát egy kutatásból, amit
mint látjátok, a thegayuk.com honlap tett közzé, a kutatást is ők szervezték, ez egy online kérdői volt, ahol azt kérdezték, hogy hogyan néz ki igazából egy ideális meleg, tehát egy ideális meleg férfi az hogy néz ki. Nem olvasom föl ezt a meghatározást, de egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, miszerint mind Gerard Butler, mind David Beckham, mind Amir Khan és Jude Law is heteroszexuális férfiak. Tehát úgy tűnik, hogy az ideális meleg férfi az négy egyébként eszményített heteroszexuális férfi jellemzőiből gyúródik össze. És hogy ezek a tényezők, ezek sokkal többet nyomnak a latban, amikor meghatározunk azt, hogy milyen egy ideális meleg férfi, mint mondjuk a személyiség. Tehát az, hogy ez valahogy itten valami problémát érzékelünk, amennyiben úgy tűnik, hogy akkor lesz valaki jó meleg, hogyha különböző szempontok mentén a lehető leginkább hasonlít egy nem meleg férfira. Mindebből, meg mindezekkel kapcsolatban rengeteg nagyon ellentmondó és egymásnak feszülő elvárással szembesülnek a melegek. Ugye egyfelől van egy ilyen nagyon erős heteronormatív és homonormatív elvárás, ami az ideális meleg család kialakítása felé irányul. Tehát, hogy boldog esküvő, családot kell alapítani, a melegeknek is kell legyen családja. Ez egy nagyon domináns narratíva egyébként jelenleg Magyarországon is, az LMBT szervezetek körében is, ami egyébként nem különösebben veszi figyelembe azt, hogy nem minden meleg akar házasodni, nem minden meleg akar gyereket örökbe fogadni, és nem minden meleg akar hagyományos, tradicionális családban élni. Sőt, elég sokan vannak olyanok, akik a melegségüknek meghatározó elemeként látják azt, hogy ők nem úgy akarnak vagy tudnak élni, mint ahogy a heteronormatív többség teszi. Ezzel párhuzamosan azonban van egy olyan elvárás is, hogy a meleg férfi az legyen szép, kisportolt, virilis, tehát hogy mindenkor szexuálisan teljesítőképes, de közben van egy olyan elvárás is, hogy a meleg férfiak otthonosan mozogjanak, mondjuk a progresszív drag queen szcénában, értsék a Drag Race különböző epizódjaiban elhangzó vicceket, ezekkel kapcsolatban felkészültek legyenek. Ezzel szemben, vagy ezzel párhuzamosan azonban létezik mondjuk itt a Milo Yiannopoulos által, vagy az ő képével illusztrált konzervatív melegség fogalma is, ami a lázadást, ha úgy tetszik, mégiscsak a konzervatívan berendezett társadalom keretein belül tartja elképzelhetőnek. És így tovább, és így tovább. Tehát, hogy olyan képeket próbálok itt sorolni, amik a melegekkel kapcsolatban fennálló különböző sztereotípiákat, vagy ha tetszik, irányító, kormányzó képeket, ahogy ezt Patricia Hill Collins leírja, mutatja be. Tehát, hogy milyennek kell lennie, milyen elvárások mentén kell szerveződnie egy meleg életnek, és ez Magyarországon sem sokkal jobb. Tehát ugyanezek a jelenségek, ezek Magyarországon is megjelennek, talán mások a képek, talán mások a szereplők, de az elvárások azok nagyon hasonlóak, azok nagyon ugyanolyanok. Hallottátok már korábban Zsolttól is, és a többi előadótól is a szégyen, az internalizált szégyen, az internalizált homofóbia és az önstigmatizáció jelentőségét. Itt külön kitérnék az internalizált szégyen és az internalizált homofóbia jelentőségére, hiszen
Nem érdemes úgy gondolni a meleg férfiakra, mint akik valahogy a társadalmon kívül, vagy attól érintetlenül élnek. Hogyha valaki úgy nő föl egész életében, és egy olyan társadalomban él, ahol folyamatosan azt hallja, hogy melegnek lenni rossz, tehát hogyha valakit le akarunk hülyézni, akkor azt mondjuk rá, hogy te buzi, vagy hogy ne buziskodjál már, vagy micsoda buziság ez. Szóval, hogyha ezt elég sokszor hallod, akkor egy idő után elhiszed. És ezt nevezzük internalizált szégyennek, ezt nevezzük internalizált homofóbiának, amikor azon vagy kénytelen gondolkodni, hogy de hát tényleg, szóval, hogyha ennyien mondják körülöttem egy egész társadalom, hogy aki meleg, az egyenlő azzal, hogy hülye, akkor lehet, hogy ebben van valami igazság, és ott onnantól kezdve beindul ez az ördögi kör. Tehát, hogy van egy ilyen, amit gyakran ezzel a hagymával szoktunk leírni, van egy ilyen hagymaszerű egymásra rétegzettsége a különböző diszkriminációs és stigmatizációs nyomásoknak, ami végső soron nem teszi könnyebbé a melegek életét a jelenlegi társadalomban, és ebből a szempontból fontos látni azt, hogy a jelenlegi társadalom, amiben Magyarországon is élünk, ahogy erre Péter is utalt, ez nagyon erősen meghatározza a kapitalizmus, a versenyszempontú gondolkodás és a mindenáron való profitabilitás, tehát a termelékenység, a hasznosság elvei. Amiről hát szintén jelentős viták folynak. És azért fontos ez, mert ugye gyakran halljuk, különösen keresztény konzervatív körökből azt, hogy hát az a baj a melegekkel, hogy nem csinálnak gyereket. Tehát, hogy ez a fajta produktivitás, amiben ők újra termelhetnék a munkaerőt, termelő eszközöket, ha tetszik, ez hiányzik egy meleg kapcsolatból, és hogy emiatt ugye eleve mondjuk a melegházasság, vagy egy meleg család az önmagában egy improduktív dolognak minősül. Mindezeknek a közepén, tehát mindezeknek a hagyma közepén pedig azt tapasztaljuk, hogy a másság, a the other, ami írja, vagy mondja erre az angol szakirodalom, tehát a másik, a másság áll, az eltérés a normától, az eltérés a normatívtól, ami megint csak fokozza ezt a fajta stresszt. Azt szoktuk mondani, hogy a melegeknek ugye kijövetele van, vagy előbújása, de nem szoktunk beszélni arról, hogy honnan, hova történik ez az előbújás. Ugye? Tehát, hogy van minden, azért azt többé-kevésbé biztonsággal mondhatjuk, hogy a melegek túlnyomó része, döntő többsége heteroszexuális családban nő föl. Tehát azok a minták, amiket otthon látnak, azok a saját életükben nagyon nehezen lesznek alkalmazhatók. Még akkor is, hogyha két meleg összeházasodik, és mondjuk gyereket fogadnak örökbe, az nem lesz ugyanaz a konstrukció, mint ami a szüleik házassága volt, vagy a szüleik párkapcsolata volt, hanem ehelyett kijönnek egy olyan közegbe, amit ugye az előbb leírtam, ami sok szempontból toxikus, sok szempontból elbizonytalan, még ha nem is feltétlenül mindenkinek toxikus, de elbizonytalanító, nagyon nehezen navigálható feltételekkel működik, és ráadásul nagyon nehéz is beszélni arról, hogy hogy néz ki ez a közeg, és hogy milyen feltételek, kritériumok vannak. Tehát azt gondolnánk akkor, ugye, hogy akkor van ez a buzi lobby, amiről már korábban is beszéltem, és hogy akkor ez, vajon ez hogyan konstituálódik, de azt kell lássuk, hogy egyáltalán nincsen buzi lobby, bár lenne. Azt gondolom, hogy mi melegek lennénk a legboldogabbak, hogyha létezne egy ilyen buzi lobby, de hát nincs. Hanem ehelyett különböző ilyen viszonylag állandó, avagy pedig törékeny, részben összetartó, részben széthulló ilyen fragmentumok vannak, ilyen töredékek, csoportocskák, együttműködések, de buzi lobby, mint olyan, az hát sajnos nem létezik. Béla beszélt a szindémiák jelentőségéről,
Még egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, a szerhasználaton és a nemi úton terjedő betegségeken túl, és ez a mentális egészség kérdése. Ma már, amikor ezt a szindémiát vizsgáljuk, ebbe beletartozik a mentális egészség kérdése is, és a melegek és más férfiak, a szexelő férfiak között valóban járványos jellegű depresszió, krónikus szorongás és öngyilkosság, illetve szuicid gondolatok prevalenciája vagy jelenléte. Nem tekinthetünk el ettől az elemtől, már csak azért sem, mert hogy egyébként ezek az elemek, tehát a depresszió, a szorongás, vagy akár fordított sorrendben, és aztán ennek következtében az öngyilkosság vagy az öngyilkossági gondolatok, ezek is vezetnek egyébként szerhasználathoz, kockázatos szexuális viselkedéshez, nyilván egy sor etikai kérdéshez is, és ezek is hozzájárul, egyébként például a dohányzás is ide tartozik, én magam sem tudom abba hagyni a nikotin élvezetét. Ja, mondjuk már annyi mindenről leszoktam, hogy már csak ez az egy dolog maradt. De hogy hogy ezt mind egy csomagként kell tekintenünk, azért, mert hogy csak hogyha így nézünk rá erre a problémára, akkor jutunk közelebb valamennyire valamiféle megoldáshoz vagy magyarázathoz. Máskülönben mindig csak egy-egy részét fogjuk tudni kezelni a problémához. A problémának ugyanezt ábrázolja ez a grafikon. Tehát, hogy van egy sor ideológiai kérdés, amit tisztáznunk kell, vagy amire rá kell néznünk, vagy amit meg kell vitatnunk. Újra kell gondoljuk a szolidaritást és a stratégiák kérdését. Vajon az, amit a feminista szövetségként értünk, ugye ez az egész LMBTQ dolog, amit sokszor kívülről bírálnak úgy, mint ez az LMBT betűleves, hogy erre ezt is meg kell nézzük, hogy vajon ez valóban létezik-e egyáltalán, vagy ezt csak mi mondogatjuk magunknak, de igazából nincs mögötte valós tartalom, hanem ehelyett csak ilyen egymással folyamatos harcban álló frakciók fecsérelik az idejüket, miközben a lényegről nem esik szó. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy itt felidézzem Leo Bersani munkáját, aki az Is the Rectum a Grave, vagyis Sírhan te a segjuk című munkájában írja le először tulajdonképpen azt, hogy mit is jelent ez a queerség, hogyan jelenik meg a modern társadalomban, tehát abban a, nem tudom, tehát a patriarchális kapitalizmusban, hogyan jelenik meg az anális szex, mint liminális, mint lázadó, mint a normatív ellenforduló disruptív gyakorlat, és hogy ennek mi a jelentősége. Ez megint csak olyasmi, amivel érdemes külön foglalkozni, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi vezeti emberek csoportjait ahhoz, hogy minden jel szerint a gyönyört keresve mégis önpusztító módon viselkedjenek. Újra kell gondoljuk ennek alapján azt, hogy tehát mire jók a nemi szervek, egyáltalán mi az, amit elfogadunk nemi szervként, hogy ki mit dug be hova, és hogy ennek mi a jelentősége, miért fontos ez. Tehát, hogy miért vagyunk itt leragadva, és hogyha tovább tudunk innen lépni, akkor hova lépünk tovább, és hogy akkor a továbblépés során egy eszencialista gondolkodást követünk-e, tehát, hogy azt mondjuk, hogy biológia, meg az evolúció, az ezt mondta, ez így van meghatározva és kész. Habár, válaszolva egy korábbi kérdésre, a kérdések és válaszok között, bizonyára nem véletlen, hogy evolúciósan mégis olyan agyunk lett, ami képes módosul tudatállapotokra, tehát ez valamire mégiscsak jó. De hát ugye azt is meg kell gondoljuk, hogy akkor kinek van igazi puncia, és kinek van igazi farka ahhoz, hogy keretezni tudjuk ezt az egész trans meg drag queen kérdést, és hogy ezt a fajta feszültséget is valahogy megmagyarázzuk, vagy átérezzük, és hát végül, de nem utolsó sorban,
figyelembe kell vennünk ezt azt az állandó beszélgetés vagy vitát is, ami a társadalomban az identitáspolitika körül folyik. Sokszor halljuk azt, hogy ahogy a melegek élnek, meg amit az LMBTQ közösség csinál, az meg ahogy gondolkodik, az identitáspolitika. Sokkal kevesebbet hallunk arról, amit ugye Judith Butler mond az utóbbi éve hónapokban, hogy hát ha valami igazi identitáspolitika, akkor az mondjuk a magyar nacionalizmus. Tehát az tényleg identitáspolitika. Ezzel szemben ugye láttuk, hogy mivel egyébként nem létezik meleg lobby vagy buzi lobby, éppen ezért a meleg identitáspolitika is nagyon nehezen értelmezhető. Na de valami jónak csak kell történnie az ember életében, ugye? Tehát van ez az elképesztően bonyolult, nagyon nehezen navigálható környezet, mégis kell, hogy valami legyen, ami történik, ami jó, amiből erőt lehet meríteni, amire építeni lehet, és hát úgy alakult, hogy jelenleg ez a jó dolog, ez sokaknak a vegyszerekkel megtámogatott, vagy kábítószerekkel megtámogatott szexualitás. Miért használnak az MSZM férfiak szereket? Egyrészt a szexuális magabiztosságuk fokozása érdekében, a gátlások lebontására, ezt hallottátok már egy korábbi előadásban, a nemi vágy fokozására, felfokozott libidó előállítására, a szexuális teljesítős képesség megnövelése, a több partnerrel való szexelés elősegítésére, illetve a szexuális kalandkeresés is ide tartozik, ami ugyancsak egy nagyon fontos dolog. Az egy legitim dolog, hogyha valaki kalandot keres az életében, és ugyanígy az is, hogyha valaki ezt a szexualitásban keresi. Egy másik vizsgálat alapján, ugye a gyönyörkeresés, erről Péter beszélt, az, ami nagyon fontos valóban, az elvárások, a társas interakció, a vallási vagy spirituális kontextus, ezek különösen fontosak. A társas nyomás is egyébként fontos, ugye erről beszéltem már korábban, tehát hogy van egy ilyen elvárás, aminek csak úgy lehet megfelelni, hogyha beszedsz valamit. Ugyanakkor viszont van egy ilyen nagyon fontos és nagyon érdekes párbeszéd, ami arról folyik, hogy egyáltalán mi a szer? Tehát mit tekintünk szernek ebben az esetben? Ugye a farmakon görög szóból, vagy elfből, vagy tőből kiindulva, ami egyszerre jelent gyógyszert és más szert, tehát ugye a tudatmódosító szerek is a farmakon kategóriába tartoznak. Tehát, hogy hol húzzuk meg a határt a között, hogy azért szedsz szereket, hogy életben maradj, vagy a testi fájdalmaidat csökkentsd, vagy azért szedsz szereket, hogy az elvonási tüneteidet csökkentsd, vagy azért szedsz szereket, hogy a pszichikai szenvedésedet csökkentsd, és hogyha a pszichikai szenvedésedet akarod csökkenteni, akkor az a szerhasználat, az vajon káros vagy nem? Tehát, hogy ez nem egy tisztázott, és egy nagyon, nagyon nehezen meghatározható terület, ahol ráadásul ezek a határok, ezek a definíciók, ezek mozognak történelmileg az idők során, a praxissal, ezek megváltoznak. Ugye? Tehát minden rendben van akkor, hogyha egyébként a nagymamádnak az orvos nyakló nélkül írja föl a Xanaxot, és azt ő be is szedi, viszont ugyanez nincsen rendben, hogyha te azért szedsz be Xanaxot és iszol rá vodkát, hogy utána szexelj, mert hogy ezt is csinálják sokan. Vagy ugyanez a kataflammal, ha az orvos felírja neked a kataflamot fokúzás után, az tök oké, hogyha bedobsz utána egy vodkát, észreveszed majd, hogy milyen jól betépsz tőle, akkor most ez mi? Ugye? Ez farmakon, és hogy ez is egy nagyon fontos beszélgetés, ami nem történt még meg, és ami legalábbis Magyarországon semmiképpen. Szóval, összefoglalva, azt tapasztaljuk, vagy azt látjuk, hogy különös jelentősége van ebben, tehát abban, hogy egy meleg férfi megtalálja a helyét a társadalomban, egy túlnyomó részt heteronormatív társadalomban, ahhoz szükség van arra, hogy közösség legyen körülötte, és hogy ezt a közösséget valamiféle rítusok struktúrálják. Ilyen rítusokból nagyon sok van, és mára úgy tapasztaljuk, hogy a chemsex használata is ilyen rítussá vált, aminek az elsődleges szerepe az, hogy egy közösséget hozzon létre
egy közösséget konstituáljon. Fontos, hogy újra beszéljük, újra gondoljuk valóban a gyönyör és a bűn morális kategóriáit. Hol húzzuk meg megint csak a határt, illetve megengedjük-e mi melegek, hogy ezt a határt, ezt kívülről határozzák meg nekünk mások. Vagy pedig van-e a meleg közösségben elég bátorság és tudás, elsősorban is bátorság arra, hogy a saját gyönyörét, a saját elképzelését, vagy koncepcióját a gyönyörről saját maga határozza meg és írja le. Ez nem egyértelmű jelenleg, úgy tűnik, mintha elfogadnánk a heteroszexuális többség által ránk kényszerített gyönyör definíciókat. Tehát a közösség iránti igény, az ellentmondásos elvárások valamilyen feloldása, a kreativitás, a felszabadultság elérése, a határok feszegetése, a szubverzió, ugye, tehát a meglévő rend, a meglévő norma felforgatása és kritikus vizsgálata, a lázadás, a homonormativitás és a heteronormativitás ellen, de ugyanakkor a kísérletezés, a tudomány máshogy csinálása és az ebben való aktív részvétel is fontos motivációs tényezők, és hát úgy tapasztaljuk, hogy nem először, történt ez már egyébként a 80-as években is, a hálószoba vált az utolsó csatatérré, ahol az LMBTQ emberek, elsősorban is a meleg férfiak, megpróbálhatják megvédeni azt a fajta sajátos meleg identitást, ami megkülönbözteti őket a heteroszexuális normától vagy többségtől. És itt ezzel kapcsolatban ismét szeretném felhívni a figyelmet Kane Race professzor munkájára, aki maga is egyébként egy hívfertőzött aktív szerhasználó tanszékvezető a Sydney Egyetemen, ő szociológus és filozófus, aki azt az érdekes koncepciót vagy gondolatot emeli ki, hogy hát azért ismerjük fel, hogy mind a HIV-kezelés keretében, tehát az, hogy hogyan alakult ki a konvencionális HIV-kezelés, mind a prevencióban, ugye a HIV-prevencióban a PrEP kialakulása során nagyon fontos szerepet játszottak a különböző informális kísérletek. Az, hogy emberek megpróbálták megérteni, hogyha beszedik ezt, meg beszedik azt, akkor mi történik, életben maradnak-e vagy nem. Egyfajta tudástermelés történt, és történik a mai napig az LMBTQ közösségekben, és hogy ezt a tudástermelést morális érvek alapján söpörjük le az asztalról, és azt mondjuk, hogy ez deviancia, meg betegség, ahelyett, hogy inkább megnéznénk azt, hogy mit tanulhatunk ebből. Mit tanulhatunk abból, hogy több ezer férfi több évtizeden keresztül össze-vissza beszedett mindent a táncparketten, meg a hálószobában, és ezzel kapcsolatban tapasztalataik vannak. Szóval, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt a tapasztalatot végső soron valami pozitívba fordítsuk, ahelyett, hogy egy ilyen patologizáló beszélgetést folytatunk végtelen hosszan, hogy ki mennyire beteg, és akkor most mérjük meg, hogy akkor ez ezen a skálán ő 10-es beteg, de ezen a skálán viszont 12-es beteg, vagy menthetetlen. Ehelyett inkább nézzük meg azt, hogy mindez mire jó. Miről szól ez, mire jó, mire lehet használni, és hogyan lehet valamiféle konstruktív, pozitív dologgá átfordítani ezt a jelenséget, aminek a chemsex csak egy tünete. Mert hogy egyébként a háttérben egy sokkal összetettebb, sokkal nagyobb kihívást jelentő folyamat zajlik a melegek között és a társadalomban általában is. Köszönöm szépen a figyelmeteket!